Szevasztok, srácok! Nyomjuk tovább a Demon's Souls remake-et. Ugye az első részt ott hagytuk abba, hogy megszereztük a késünket, illetve elmentünk a kovácshoz, megnyitottuk úgymond a boltját, és elmentünk némi alapanyagért, és fejlesztettünk is a fegyverünkön, úgyhogy most már plusz kettes, és így fogunk most tovább menni méghozzá ebbe az irányba. Nem véletlenül, ugyanis a további fejlesztő anyagok ezen a területen találhatók meg, úgyhogy akár mennyire is tetszik vagy nem tetszik, hogy ez egy eléggé nehéz terület, így ennyire a játék elején, erre megyünk tovább. Ez a kurzor, ez nekem nem kell, tehát így ne bolondozzon már itt nekem. Na. Itt ez a fa, hogy belevágott a villám az előző részben. Jó, beszaratott. Jó, gyere le te is. A francba. Francessen bele. Kell a tiefring. Erre a területre kell a tiefring. Ezek a csontvázak már most megindultak volna lefelé, hogyha nincsen rajtam. Szépen egyesével, jó? Ha kérhetném. Jó. Most jöhetsz te is. Ez fájni fog. Fentről lövöldöznek. Talisman of God. Oh, hello. Most lehet, hogy most meg fogunk halni. Mert itt van egy Black Skeleton. Mondjuk én megseggezném. Hű, de nem érdekli. Kettő darab sárt. Ezek a fekete csontvázak dobálhatnak egyébként Pure-t is, meg a másikat, ami kell még nekem, a Chunk-ot, azt is dobálhatnak. Köszi. Erre egyébként van valami? Ezé a kulcs. Copper key. Jó, a kereskedőt ki fogjuk szabadítani. Oda kell ez a kulcs. Hello! Na, tessék jönni. Ó,
Tudom, itt van még egy jó pár haverod. De mindet szépen, okosan, megfontoltan fogjuk elintézni. Titkos fal! Azt a rohadt! Valaki dobott valamit, nem? Ja, nem. Mindjárt jövök, fél pillanat. Na. Légy szabad. Saved me! It's thanks I can provide you with useful goods. Who couldn't do with a little help down in these parts? Hát egy 5 darabot adhatsz már most. Satisfied? Kösz. Titkos fal! Csapda! Itt van az Uchigatana. Ah, jó, menjen el a storage-ba, nem tudom magammal elvinni. Az igen. Nesze neked teach ring. Dobott lelket, dobott, hát. Azért azt ne hagyjuk ott. Jó, némi élet. Gyere, csontváz! Gyere! Erre itt felmegyünk. És az íjásznak a hátába fogunk kerülni. Legalábbis ez a tervem. Csak ezt fel kéne venni. Meg itt lent van egy fekete is. Azt is el kéne intézni. Dob valami jó kis fejlesztő kavicsot.
Szarremény. Ez a pajzs, ez viszont kéne. Mi az, amire nincsen szükségem, és vissza kéne küldeni? Rakat kavics itt van nálam, persze, hogy nem tudok felvenni semmit. De az a baj, hogyha ezt a pajzsot felveszem a hátamra. Nem. Ez lassan tölti az életemet. Nagyon lassan. De viszont van súlya, az a baj. Nem az, hogy tölti az életemet. Meg még ehhez az élettöltős gyűrűt fölvenném, még egész jó is lennék. És egyébként az is itt van nem sokára. Hát az ott meghalt. Gondolom lelőtt egy hülye rája. Ez így nem lesz jó. Ezt nem gondoltam át. Au. Csak azért, mert csontvázok ellen kell egy pajzs. Ha nem akarok minden áron dodzsolgatni ilyen szűk helyen. Bele tudjak védeni a ütésükbe. Jó, akkor ne adjál semmit, nem kell. Ez is sárdat adott, nem baj, az is fog kelleni. Most már jobban örülnék, hogyha csánkok is esnének. Na, itt a HP regengyűrű. Anyádat. Erre itt fent is van valami tárgy, az mi? Arra már nem emlékszem. Gratulálok. Szóval ez mi? Nem sűrűn... Tehát nem sűrűn szoktam ezt a gyűrűt felvenni. Az meg pont a csapdán állok meg életet tölteni. Gratulálok, sok eszed van. Három. Ez is sárdot adott. Hát jó. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell.
Nem nagyon látok, az a baj. Menj már innen, hát útba van a kezed. Na. És ezzel én megnyitottam az ultimate farmolós helyemet. Úgyhogy visszamegyünk szépen a Nexusba. És a szintet lépünk. Méghozzá ebből, meg ebből. Jó. Adj nekem némi dexet. Némi életet. Jó, és hogyha a maradékból futja, megnézem, hogy ő árul-e pajzsot. Pajzs. 2000-ért árul, és ez 100%-os fizikai védelmet ad. Úgyhogy a pajzsomat lecserélem erre. Belevédek valamibe, akkor így hopszika. Ennyi. Na. Akkor mutatom, hogy mit fogok csinálni az elkövetkezendő jó ég tudja mennyi időben. Ide visszajövök. Így. Majd ide szépen felsétálunk. És ezt a csontvázat fogom farmolni. Valamit dobott. Shardot. Viszont egyelőre nekem nem kell a Tiefring, úgyhogy berakjuk. Most már tudom, hogy ez a gyűrű mit csinál, oké. Tehát az item discovery-t berakjuk. A farmolás idejére. Úgyhogy valószínűleg ezt fogom csinálni a következő fél órában, órában, másfél órában, a jó ég tudja, hogy mennyi időben. Már az el fog tartani tényleg egy ideig. Mire én itt kifarmolom a szükséges alapanyagokat a fegyverhez. Főleg így. Sorry, man. Na mindegy, visszamegyünk szépen a Nexusba. És... hát az igazság, hogy akkor itt lesz egy vágás. Úgyhogy majd innen fogjuk folytatni vágás után. Na. Fejlesztettem egyet a fegyveren, most már plusz 3. Nézzük, hogy mit sebez. Minden egyes szintnél egyébként meg fogom mutatni. Szóval eddig erre a csontvázra, hogyha seggbe szúrtam, kapott 76 damage-et. 76-ot. Plusz 2-n. Plusz 3-on már 135-öt. Hmm.
Egész jó, azt kell, hogy mondjam. Megvan a plusz 4-es kés. Teszt. Az a baj, hogy a maxoláshoz kell még 3 darab chunk, meg egy pure blaze stone. És az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és még nagyon, még jobban nagyon, ritkábban esik. Mint, tehát előbb látok fehér hollót, mint hogy ilyen pure blaze stone essen a játékban. 163. Most dobott volna egy piúrt. Na, a késem még mindig plusz 4-es, de tekintve, hogy itt vagyok már több mint egy órája, léptem egyébként pár szintet, úgyhogy növekedett egy picit a sebzésem, szóval plusz 4-en még egy teszt. 180 a backstab. Igen, most persze kidobsz még egy chunkot, hallod? A Pure Blade Stone-t előbb dobta ki, mint a 3 chunkot, ami kell a plusz 5-ös fejlesztéshez. Aha, most persze rögtön chunkot dobsz, amikor már nincsen rá szükségem. Aha, kösz játék, igazán kedves. Na, szóval most elmegyünk a kovácshoz, és felrántjuk a kést plusz 5-re. És megnézzük, hogy így mit fogunk sebezni erre a csontvázra, aztán szépen haladunk tovább. Azt még egyelőre nem tudom, hogy merre, de haladunk. Na, bátya, hoztam neked egy kést. 5. Ránst fel szépen plusz 5-re. Köszönöm. Jó, ezzel ki is maxoltuk a fegyvert. És megyünk, tesztelünk. Szintet egyelőre még nem lépek, mert akkor buktam a plusz 4-es tesztet, amit az előbb csináltam. Vagy hát igazából léphetek szintet, csak akkor semmi olyan statot ne húzok, amivel erősödnék a támadásom. Akkor adja HP-t. Azzal nem erősödünk. Jó. Szerintem egy simán másfél órám elment erre a farmolásra. Mire a chunkokat meg a pure-t kidobta a játék. Másfél órán keresztül rohangáltam ide föl, és öldöstem ezt a hülye csontvázat. Aki egyébként nem tudom, hogy mióta jön ki ide. Tehát simán megölte egyébként a backstab. Most arra vagyok kíváncsi, hogy mennyit kell belecsapnom simán, hogy meghalljon. És közben gondolkodom rajta, hogy merre menjünk. Nem olyan rossz. Na. Itt fogunk most tovább menni, pusztán azért. Egyelőre ez maradhat. Hogy pecsiz elérhető legyen. És akkor tudunk majd vásárolni tőle ezt-azt. Egyébként ez az ultimate farm hely. Ezt a kaszást kell megölni, és egy valag szólt lehet farmolni tőle. Jó, de cserébe egyébként rohadt erős is. Ez simán egy hitel.
Sose tudjuk meg, hogy mennyi szólt kaptam volna. Annak a hülye szellemnek be kellett, hogy üssön. Egy olyan jó 4600. Itt azért lehet farmolni szólt. Viszonylag könnyen. Na jó, patches. Hello. Oh, the demons haven't got to you, have they? Legalább rám nézél, amikor beszélsz azzal a mocskos undorító pofáttal. Köszönöm. Gyere, nézd meg! Nézd meg, mi van itt. Én magam is lemennék oda, de bla bla bla. Lökjél le. Épp csak nem ordított el magát, hogy this is Sparta! Hehehehe, majd mindjárt, amikor kijutok, meg majd barátkozni akarsz. Ez mit mondogat? Umbasa? Heavens, did you fall for that little devil's trap? Well, I did the same. He fooled me, and now I am stuck here. The reverberation seemed to suggest that we are connected to the outside. A fearsome dark phantom stands between us and freedom. Yeah. But have no fear. God will cleanse us of evil. Pray with me. Umbasa. Umbasa. Pecsiz. Mit szólsz hozzá? Kijutottam. Én. Igen, biztos. Igen, nagyon, nagyon sajnálod. Gondolom csak megbotlottál és úgy lögtél le véletlenül. Egyébként van olyan, aki megölte Pecsizt. Azon kívül, hogy nem lehet utána tőle vásárolni semmit, van valami hasznom belőle, ha nem él. Nyilván nem akarom megölni, csak na. Elden Ringben az első végigjátszásnál gondolkodás nélkül kinyírtam a faszba. Ott szakadék van, ugye? Aha. Ott nem megyünk át. Tizenegy kunáj. Ezt is kitalálta ki, hogy 11. Miért nem? Akkor már 10. Akkor menjünk a Nexusba. Pecsiz itt van már, vagy még nem jött vissza? Á, ott van, jól van. Vegyünk tőled 300 járusz ilyen növényt. Adja. Legyen. Jó, és akkor most találjuk ki, hogy merre menjünk tovább. Szerintem erre.
Menjünk, öljünk pókot. Így még ezekre is egész tűrhetően sebzek. Na, így már egész jó lesz. Ezek a bányászok, ezek tényleg nagyon jól bírják a vágó támadásokat. Anyád. Hát nem véletlenül, amikor még nem volt felfegyvesztve a fegyverem, próbáltam segbe szurkálni egytől egyig mindet. A szúró támadásokat nem bírják. Meg semmilyen másmilyen ilyen mágikus támadásokat. Jaj, tényleg itt kutyák is lesznek, ez mit ugrik le most? Ó, egyvágás. Na, esetek már le. Látom, a kutyákkal sem lesz különösebb probléma. Jó egyébként ez a pajzs. Én kisebb támadásokat nyugodtan kivéthetek vele. Nice. A tovább vezető út nyitva áll. Teszem, van valami gyűrű lent.
Ilyen méreg ellenállós talán, aha. Majd a mocsárba jól jön. Soha nem vettem fel. Lehet, hogy majd most itt lesz az ideje. Na, robbantsák fel mindent. Ezt nevest. Hol esik le az a kő? Ott. Ott, ott. Ó, látom, ott van fönt a fegyvere. Aha, normál esetben ebbe az esésbe belehaltál volna, csak mondom. Jó, és itt van az a kés, ami kellett a mágusomnak. Mert erősíti a varázslatok erejét, hogyha az egyik kezünkben fogjuk. A másik, az pedig a Morion Blade, amit ugye korábban mondtam, nem jutott eszembe a neve. Azt úgy kellett összetákolni. Na jó, induljunk lefelé. És addig, amíg megyünk a lifttel le, egy csomó kavicsot hazaküldünk. Hát ezért farmoltam, kaptam pár Bladestone-t. Meg kidobta a csontváz kétszer a katonáját. Nagyon jó volt ez a farmolás. Mondom, elvett az életemből másfél órát, de az a baj, hogy csak azon a területen lehet farmolni ennek a fegyvernek a fejlesztő anyagait. Ha tovább viszem a játékot és haladok előrefele, nem lesz erősebb úgysem. Kösz, ez még kellett. Ilyenkor minek? Olyankor, amikor így föntről így csap így lefelé, nem is kell dodge-olni meg semmit se csinál, nem tudom miért csinált, hanem megállok a pofájával telibe szembe, azt elüt a két vállam fölött konkrétan. De nyugodtan állhattam volna egy helyben. Most menjek, ölje meg a Flame Lurkert. Az a baj, hogy utána meg a Dragongad van. Azt meg a végére akarom hagyni. Az egy undorító szarbosz. De most elkezdjük húzni a HP-t. Jó, 20-25-ig. Jó, megyünk meghalni. Meg azt meg kéne nézni, hogy pecsisztől lehet-e venni bármit, ami fegyver, buff és nem tűz.
Mert például a Flamelurkerhez biztos, hogy nem tüzes késsel kéne bemenni. Vagy el kéne menni az irányába, az Old Hero irányába, és ott vannak ilyen hülye mesztelen csigák. Nem, semmi olyan buffat nem ad. Hát az baj. Ja, szerintem az lenne a legjobb. Hát mondjuk még ízi az játszik. Latria. Sőt, a Latrián akár végig is lehetne menni. Csicska lángos, az bele is halt egyből. Ja, anyádat. Jó, végül is a két vágás, az nem olyan rossz. Kop-kop. És valahol itt estünk le korábban, nem? Aha, ott van egy... Anyád. You're still intact, aren't you? Dear me, I shouldn't. I've known better days. Aha. Drágaságon, nem? Tudjátok mi a vicces? Árulja itt ezt a gyűrűt 50 ezerért. 50 ezerért. És itt ezen területen a boszorkány boss után és a menítek előtt ezt a gyűrűt föl lehet venni. Csak úgy ingyen. Földről. Ki az, aki megveszi 50 ezerért? Értem én, hogy jó gyűrű, de... Ennyit nem ér. Erre, ugye? Nem tévedtem el. Aha, erre, jó. Most azon gondolkodom, hogy van ez a hülye nagy szobor, ami lövöldöz minket. Hogy azt megpróbáljam megcsinálni szemből, és kidodzsolgassam a lövéseket. Ez lenne egyébként a rövidebb út. Vagy menjek kerülővel. És menjek be a háta mögé, és kapcsoljam, csak simán ki. Ja, igen, itt van bent Freak. Neki a cella kulcsa az Pure White-on található meg. Ráadásul a boszorkány boss után. Hogy hívják? Fool's Idol. Jó, eszembe jutott a neve. Itt egy kulcs. Kettő, bocsánat. Ezt nem nyitja egyik sem. Akkor valószínűleg sem.
Ez baj. Csak ne ölj meg, légy. Ezt nem tudom, én nyitottam ki, hát látom, hogy nincsen bent semmi. Valahol erre van egyébként. Aha, ott van lent. Cső. Az lehet, hogy kéne nekem. Na jó, arra nem jutunk el. Ne ordibálj már! Nem tudlak kiszabadítani, ne haragudj. És az a baj, nem is emlékszem, hogy az ő cella kulcsa hol van. Lehet, hogy ugyanaz nyitja, mint Frickét. Na mindegy, menjünk még lejjebb. És... akkor ott lesz. Az a... két item. Az egyik azt hiszem egy 100%-os pajzs. A másik meg egy olyan, hát ilyen kesztyű, vagy ilyen... kardísz, karkötő, tök mindegy. Amit csak... csaj karakterrel lehet felvenni. Viszont... a több XP-t. Nem tudom, hogy mennyi százalékkal, 5 vagy 10-zel, de több XP-t ad. Fejlesztő anyag nem kell. Igen, pont arról a szoborról beszéltem korábban. Próbáljunk rá. Mentem már rá itt. De nem. Most nem megyünk el. Inkább menjünk a hosszabb úton. Megvan érte egyébként a trófia, mert van rá. Hogy ott gurulgassál át. Megcsináltam. Jaj, de jó vagy. Na, lőjél. És most fog ide szaladni, én meg megcsapkosom. Anyjába. Hol a haverod van? Van még. Cső, lőjé. Szaladj ide. Aj, meg. Fegyver. Ez patkány hang volt ez a kis cicogás, hogy mi az Isten, hallottátok ti is?
Egyébként nem volt egy nagy kerülő. Csak akkor az, hogyha nem tudod merre kell menni. Clever Red Ring. Nagyon jó. Csak kár, hogy nem fogom használni. Mert még varázsló valaki használtam, mert ugye tudtam tartani a távolságot, meg alacsony HP plus damage. De... De most egy késes rámban nem biztos, hogy egy HP-val kéne játszanom. Vagy hát nem is egy HP-val, de alacsony HP-n. Benyelünk egy ütést, azt meghalunk. Benne vagyok az ellenségnek a szájában. A varázslóval még bevállaltam. Tényleg nem voltam közel egy ellenséghez se. Miért fordul el automatán a kamera jobbra? És nem a kontroller problémás. Na, ez viszont nekünk kell. Hogyha őt ott szemben nem öljük meg, akkor nem engedi meghalni a bosst. Meg itt amúgy is van egy kulcs. Hogy ez a kulcs nyitja ki Firiknek a celláját, és a Pure White-os, meg a másikét, aki dörömböl, és ilyen kék szellem. Valahogy így van. Már nem emlékszem, ködösek az emlékek. Én itt nem szívesen ugrálnék le, úgyhogy inkább visszafutok és lesétálok a lépcsőn. Volt egy lyuk a korláton is, le lehetett volna ugrani, de miért bukja ki tudja mennyi életet? Hihetetlen egyébként, hogy nem elég. Na! Az már mindjárt elkezd lövöldözni. Hol vagy? Milyen kés van egyébként nála? Nem dobta ki. No, akkor jött a full side-ol. Majd mindjárt nem nevetsz. Nem tudta leklónozni magát, annyira nevetett. Szerintem
annál a csajnál ez a kés volt. A fantomnál, akit az előbb győztem le. Vagy hát legalábbis ehhez nagyon hasonlít. Szintlépés. El kell nyomni a lelkeket. Ez 28 000. Egy 45-ig fölvisszük a dexet, és utána fejleszt a francot. Sebzésem egész jó, legyen HP-m. A sebzésem egész jó, úgyhogy HP-t fejlesztünk. Egész addig kéne HP-t fejleszteni, amíg nem mondom azt, hogy levehetem a Klingringet. És hogyha fél HP-ra hangálunk, és azt mondom, hogy az is elég. De most még egyelőre kevés ez. Mert akkor már olyan hosszú lesz az életcsík, hogy fél HP-ra is azt mondom, hogy több mint elég. Majd akkor. Ó. Ja, ez azt hittem oda, hogy szólom. Mondom, de jó, nem kell felfutnom érte olyan messzire. Az a baj, hogyha most én itt ezen a területen megyek tovább. Nem. Hanem ezen a területen megyek tovább. Akkor itt a következő boss a Maneater. Nem akarok még Maneaterezni. Itt ugye azé a következő boss. A Flame Lurker, itt a Tavernight. Hát ezt a területet inkább hagyjuk. Vagy menni erre. És szerintem erre kéne majd tovább mennem. Nem most, majd legközelebbi alkalommal. Szerintem erre kéne tovább menni. Már csak azért, mert itt vannak olyan hülye mesztelen csigák a boss előtt. És adnak egy csomó ilyen fegyverbuffot, ami nem tűzeffektet ad, hanem nem tudom, valamilyen mágia effektet. És például a Flamelurkert azzal jó lesz lecsapdosni. Úgyhogy szerintem megvan az irány, hogy legközelebb merre megyünk tovább. Jó. Na, hát akkor legközelebb innen folytatjuk. Szevasztok!